Vádismertetés a csépai gyilkosság ügyében. Márton napi játszóház. KKV támogatása. Pingvin séta a Jászberényi állatkertben. Jó estét kívánok! Önök a nagykonsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 7-én 18 óra 5 perckor. A Jász-Nagykunszolnok megyei főügyészség 2022. július 22-én nyereségvágyból társtettesként elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat azzal a két 40 év körüli férfival szemben, akik a vád szerint 2008. november 20-án éjjel Csépán betörtek egy idősasszony házába. Elvették ékszereit, majd megölték. A nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek. Brutális módon meggyilkoltak egy idősasszony Csépán. 14 év után pont kerülhet az ügy végére. Jelen állás szerint elképzelhető, hogy a Csépán 2008. november 21-én a Békeúti házában brutális módon megölt 79 esztendős asszony rabló gyilkosai végre bűnhődni fognak. Hosszú évekig nyoma nem volt az elkövetőknek, míg nem két esztendővel ezelőtt felélesztették a döglött aktát, és a rendőrök elfogták a vélt tetteseket. A gyanúsítottakból vádlottak lettek. A szolnoki törvényszéken előkészítő ülést is tartottak a büntetőügyükben. Csináljuk meg, egyezett meg a vádirati tényállás szerint a 84 éves születésű elsőrendű, valamint a 81-ben született másodrendű vádlott abban, hogy épp 14 évvel ezelőtt kirabolják a csépai idősasszonyt. Mindkét vádlott a házban kutatni kezdett annak érdekében, hogy megtalálják a sértett elrejtett pénzét. Másodrendű vádlott a sértett szobájában, míg elsőrendű vádlott a kamrában, illetve az előszobában kutatott a pénz után. A pénzkeresések közben másodrendű vádlott, majd később elsőrendű vádlott is több ízben kisközepes erővel ököllel bántalmazta a sértetet, elsősorban annak arcát, fejét. Másodrendű vádlott 23 óra 30 perc körül időben a gépkocsival elment, hogy a községben szétnézze, nincsenek-e rendőrök a közelben. Néhány perc alatt szétnézett, majd a sértett házához közeli óvoda mellett ismét leparkolt és visszament a sértett házába. Elsőrendű vádlott a sértett füléből eközben kivett egy pár legalább 20 ezer forint értékű arany karikafülbevalót, valamint a sértett párnája 1000 forintost, és mindkettőt magához vette. Kutatás közben a szoba vitrine szekrényében kettő darab aranynak látszó gyűrűt talált, melyet ugyancsak eltulajdonított. Másodrendű vádlott, miután 5-10 perc elteltével visszatért, vádlottak folytatták a pénz utáni keresést. A sértett igyekezett hangosan segítséget kérni, ilyenkor a vádlottak befogták a száját, dulakodtak vele annak érdekében, hogy elhallgattassák. Kis idő múlva másodrendűvel ismét elhagyta a házat, hogy községben szétnézzen. A faluban lévő polgárőröknek, akik éjszaka a faluban járőröztek, feltűnt az óvoda mellett parkoló gépjármű. A bűnmegelőzés érdekében értesítették a rendőrséget és felhívták a figyelmüket az autóra. A rendőrök 0 óra 10 perckor az óvoda mellett lévő futballpálya előtt igazoltatták a gépjárműben lévő másodrendű vádlottat. Az igazoltatás során a ruházatot és a gépjárművet átvizsgálták, majd ezt követően másodrendű vádlott a gépjárművet Tiszasas irányába elhajtott. A polgárőrök Tiszasas községig követték, majd visszafordultak. Másodrendű vádlott is megfordult, és visszament a sértett házához. Társát sietetni kezdte, mert tartott a további rendőri ellenőrzéstől. Az egyszerű rablásnak indult történet vége végzetes dráma, a jogtalan haszonszerzésnek pedig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség vádja szerint nyereségvágyból társtettesként elkövetett emberölés, kifosztás és egyéb bűncselekmények büntette lett. A 2008-as novemberi gyilkosság feltételezett elkövetői 2022. novemberében ültették a vádlottak padjára. Történt, hogy csépai házában megöltek egy 79 éves asszonyt 2008. november 21-én éjjel. A tettesek a portáján tartott értékeit akarták megszerezni. Az éjleple alatt betörtek hozzá, hosszasan vallatták, kegyetlenül kínozták, ököllel ütötték, folytogatták, de az idős nő ellenállt. Egy nyújtófával igyekezett bántalmazóit elkergetni, akik végül egy párnával megfojtották áldozatukat. Vádlottak megbeszélték, hogy a sértett az ő távozásukat követően segítségét kiabálhat, illetve a vádlottak után mehet. Másodrendű vádlott mindezek megakadályozása érdekében egy párnát tett a sértett fejére, azt ott tartotta, ezáltal a sértett légutait.
A sértett már nem mozdult, a vádlottak ugyanazon az útvonalon elhagyták a helyszínt, és autóval Öcsödre utaztak. A járműben első rendű vádlott az eltulajdonított ékszereket átadta a másodrendű vádlottnak, hogy azokat értékesítse. A bestiális támadók csupán néhány testi ékszert zsákmányoltak, melyek azóta sem kerültek elő, ám a házban jól elrejtett 3.200.000 forintnyi családi vagyonra nem leltek rá. A Jászhegyszolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya a gyilkosság felfedezése után nyomozást indított. A rendőrök kihallgatták az 1600 lelket számláló falu szinte összes lakóját. Két évig nyomoztak az ügyben, majd felfüggesztették az eljárást. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda munkatársai azonban 2020 tavaszán számos döglött aktát élesztettek fel, egyike volt a 2008-as csépai gyilkosság. Az éber szakemberek a megfojtott nőnek a rendőrség raktárában pihentetett pulóverén beazonosítható DNS nyomokat találtak, amely elvezette őket egy öcsödi férfihez, az elsőrendű vádlotthoz, aki hosszas tagadás után megtört, beismert mindent, azt is, hogy nem egyedül követte el a bűncselekményt. Balázsné dr. Buskú Terézia, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész a 2022. november 8-ai előkészítő ülésen ismertette a vádat. Indítványozom, hogy a törvényszék elsőrendű vádlottal szemben a BPK 40 szakasz 1 és 42 szakasz 2 bekezdés második pontja alapján 14 év 6 hónap fegyházbüntetést, a másodrendű vádlottal szemben a BPK 40 szakasz 1 bekezdés és a 42 szakasz 2 bekezdés második pontja alapján 13 év 8 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést szabjon ki, mind a két vádlottal szemben a BPK 53-55 szakasza alapján 10 évre tiltsa a közügyek gyakorlásától. Az elsőrendű vádlott a keddi ülésen bűnösnek mondta magát, ismét beismerte a tettét. Illetve újabb vallomást ugyan nem tett, viszont elfogadta az ügyészi mértékes indítványt. A másodrendű vádlott azonban sírva tagadta az ellene felhozott vádakat, és ügyvédjével azonos tartalmú indítvánnyal a tárgyalásos, bizonyítási eljárást választotta. Dr. Nádor Zoltán bíró az elsőrendű vádlott tekintetében elnapolta a döntést, a másodrendű vádlott esetében pedig a bizonyítási eljárás lefolytatását terjesztette elő. A bizonyítási eljárás várhatóan jövő januárban kezdődik. Mártonnapi rendezvényeket tartottak a karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talántum óvodában. A Liba napi játszóház keretében a 3.-4. osztályos gyerekek a Calvin 5 alatti iskola egység udvarán vidám feladatokat hajtottak végre. Volt liba kirakó, kukoricamorzsolás, készültek libás mécsesek, és liba tánccal zárult a nap. A kisebbeket, az elsősöket és másodikosokat. A Calvin 5 szám alatti iskola egységünkben is nagyon készültek a tanítónénik. Ő ott különböző akadályokat alakítottak ki, illetve pontosabban különböző állomásokat, állomás helyek lesznek, ahol a gyerekek megjelennek, verseny jellegű feladatokat is kapnak, ajándékokat ott is a libanaphoz kapcsolódó, igen gazdag programok várják a diákokat. És én itt a végén nagyon szeretném megköszönni a kedves szülőknek a segítségét, mind az óvodában, mind pedig ide az iskolában. Nagyon sok evéshez, vigassághoz való tepertőt, libazsírt, tehát sok mindent kaptunk, és én ezt szeretném a kedves szülőknek megköszönni. A Varró út 4 szám alatti iskolaépület tornatermében pedig Andi interaktív műsora szórakoztatta zenével, mesével, tánccal. Az óvodában, a Talentum óvodában ezt a rendezvényt a délelőtt folyamán a csoportokban az óvónénik megtartották, és most kezdődik 14 órakor a Varró út 4 szám alatti iskola egységünkben. Kezdődik egy koncert, egy interaktív koncert. Ezt a koncertet Karcagi Nagy Andi fogja adni, és hát természetesen libás dalok is lesznek, és mint említettem, egy interaktív koncert. Utána pedig a tantermekben kézműves foglalkozások, ötletek, játékos
libásnapi mondókák, ezeket gyűjtötték össze a tanítónénik, és utána pedig természetesen a zsíros kenyér, libatepertő, savanyú káposzta, tehát evés-ivással fog zárulni itt a Varró 4-ben ez a mai rendezvény. A jelenlegi gazdasági helyzetben a vállalkozások is egyre nehezebben boldogulnak, ezért a kormány kifejezetten a cégek támogatása érdekében kiterjesztette a kamatstop intézkedését a vállalkozói hitelekre is. Domján Sándor főmérnököt kérdeztük, hogyan érinti ezen intézkedés a vállalkozásokat. A kis és közepes vállalkozások a magyar gazdaság lényeges százalékát teszik ki, mind adóbefizetőként, mind munkáltatóként. Ahhoz, hogy valaki biztonsággal tudjon gazdálkodni, általában a bank pénzére is szüksége van, ez lehet hitel vagy más formájú banki pénz, aminek értelemszerűen kamata van, hiszen ha valakinek használjuk a pénzét, azért fizetni kell. Ez teljesen rendben van, mindaddig, amíg ez kiszámítható. Attól kezdve, amikor ez kiszámíthatatlanná válik, ez akár meg is kérdőjelezheti a létét egy-egy kis és középvállalkozásnak, akár nagyobbnak is. Tehát, hogyha ez egy fixen kiszámítható költség lesz, az biztos, hogy adóbefizetést ment meg, biztos, hogy munkahelyeket ment meg, megőrzi a versenyképességét a termelés oldalán a kis- és középvállalkozásoknak, tehát egy mindenképpen üdvözlendő kormánydöntésről van szó. Az intézkedés jelen ismereteink szerint 2023. június 30-áig lesz érvényben, vagyis az érintett vállalkozások törlesztő részlete 8 hónapon keresztül lesz kedvezőbb, mintha a normál piaci feltételeknek megfelelően kellene fizetniük. Ha banki oldalról ülnék, biztos, hogy örülnék egy nagyobb kamatnak a tervezetnél, de én úgy gondolom, hogy a bankok, amikor egy-egy terméket, hiszen a hitel az nekik termék, egy-egy terméket létrehoznak, azt áruba bocsátják, azért biztos, hogy benne, hogy ki van számolva, hogy mi az az alsó kamatszint, ami mellett még megéri, és gondolom, hogy a kormány is megvizsgálta ezt, és nem ez alatt a kamatszint alatt kéri a befagyasztását ezeknek a kamatoknak. Újra együtt sétálhatnak a Jászberényi állat és növénykert látogatói a létesítmény Pingvin állományával. Remek móka együtt totyogni az állatkákkal, miközben az állatkert gondozói hasznos és érdekes tudnivalókat osztanak meg a madarak táplálkozásáról, életkörülményeiről és viselkedésükről. Minden pingvint meg lehetne különböztetni a hasukon lévő pöttyök alapján, ugyanis ez olyan, mint az embereknél az új lenyomat. Mindegyik kölyöknek más-más darabszámú és elhelyezkedésűek ezek a foltok, viszont etetésnél nekünk ez ugye hosszadalmas lenne a foltokat megvizsgálni, és a szárnygyűrűk azért lettek kitalálva, hogy lássuk, hogy az adott napon ugye egyik nap sótablettát, másik nap vitamin tablettát szoktak a heringbe kapni, és ezt mindenki egy-egy darabot kap. És ilyenkor segítség nekünk a szárnygyűrű, mert csak ránézünk, és akkor tudjuk, hogy az az adott szárnygyűrűjű pingvinünk már megkapta ezt a tablettát, vagy nem. A Dél-Afrikában honos pápaszemes pingvinek már nagyon várták, hogy elhagyják kifutójukat, és közösen kiránduljanak egyet a látogatókkal. A mókásan totyogó kis állatokkal való találkozás felejthetetlen élményt jelent. A cukiságok ezúttal is mosolyt varázsoltak az őket kísérők arcára, amikor egészen közel merészkedtek, és elkezdték csipkedni a látogatók cipőfűzőjét vagy nadrágját. A közös túrát a pingvinek gondozója felügyelte, aki érdekes információkat osztott meg a barátságos állatkák mindennapjairól, szokásairól és gondozásukról. A séta egyébként nem idegen a pingvinektől, hiszen természetes élőhelyükön is kisebb-nagyobb távolságokat kell megtenniük a tenger és a fészkelőhely között. Mivel a pingvinek érzékenyek a szúnyog csípésre, csak november és március között hagyhatják el a rovarhálóval védett kifutójukat. Ugye a nyári időszakban azért nincsen pingvin séták, mert a szúnyog csípés veszélyes a pingvinjeinkre, az úgynevezett madármaláriát tudják elkapni a csípés által, amiben bele is tudnak pusztulni. A nyári időszakban itt a kifutón belül szokott náluk napi kétszer látványetetés történni, amikor eleve kapják is az élelmet, ez 10 és 3 órakor szokott lenni, és akkor a téli időszakban, amikor már a szúnyogok eltűnnek, kezdődik a pingvin séta, ez pedig ugye napi egy alkalommal
szokott lenni. Kovács Ágnes, a Jászberényi Állat és Növénykert gyűjteményvezető helyettese érdeklődésünkre elmondta, hogy a látványos programhoz minden nap 11 órakor csatlakozhatnak a látogatók. 2011-ben kezdődött az első pingvinsétánk. Ez úgy működik, hogy ott látható egy kis ajtó, kinyitjuk nekik az ajtót, és igazából nincs senki rá kényszerítve így a pingvinsétára, akinek éppen kedve van aznap, szépen ott összegyűlnek az ajtónál, mi kiengedjük őket, és akkor kollégák segítségével elkezdjük velük a sétát. Igazából csak terelgetjük kicsit őket, de sokszor ehhez sincsen szükség, mert már annyira, hogy az évek folyamán annyira hozzászoktak az úthoz is, meg magához a sétához is, hogy tudják, hogy milyenkor a teendő. És akkor egy nagyobb kört teszünk itt az állatkert területén, közben ugye a látogatók is részt vehetnek ezen a sétán, és akkor megfigyelhetik a pingvinjeinket. A pingvin csapat jelenleg 23 tipegőből áll, közülük általában 10-15 pingvin vesz részt a sétán, akiknek épp kedve van egy kis mozgáshoz. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületükön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play Áruházból. Viszontlátásra!